U16-os csapatunk 1-0-ra megverte a Debrecent. Hogyan értékeli a vezetőedző Kómodi László a találkozót? Hát egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Mindenképpen fontos volt, hogy hazai pályán meg tudjuk verni a Debrecent, azért, hogy feljebb tudjunk zárkozni a tabellán. Ugye hát a célkitűzésünk elérésében mindenképpen fontos volt, hogy itthon tartsuk a 3 pontot. Egy rivális ellen, aki nagyon zárkózottan és nagyon fegyelmezetten védekezett ellenünk. Nagyon nehéz volt őket áttörni. Kicsit úgy érzem, hogy az előre való játékunk az lehetett volna jobb, de nagyon zártan és folyamatos kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Ezért én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk ma. A gólnál nagy érzések szabadultak fel benned, a gól örömnél ez is lejött. Jól látszott ez kívül? Hát őszinte vagyok, nagyon örültem neki, mert tudom jó, hogy egy ilyen zártan védekező ellenfél ellen, aki végül is igazából hiba nélkül akarta úgy lejátszani ezt a meccset, hogy nagyon előre nem szeretett volna játszani, hanem fokozottan inkább azt a védekezést próbálta ránk erőltetni. Nehéz volt, mert a gyerekek sokat dolgoztak ezért, és tény is való, hogy igaz, nem voltak olyan sok lehetőségeink, hogy gólt szerezzünk, de volt egy pár olyan bontásunk, amiből végre sikerült áttörni ezt a zárt védelmet. Mit lehet ezekből a mérkőzésekből tanulni, mind neked, mind a csapatnak? Hát nehéz, mert ugye igazából itt az utánpótlásban egy ilyenkorú játékosoknál nagyon fontos lenne az, hogyha nem csak igazából meccselnénk és az eredményre figyelnénk, hanem igenis gyakorolnánk különböző szituációkat. És hát így nehéz, mert igazából nagyon a védekezéssel csak a kontrákkal foglalkoztunk, hogy ne kapjunk kontrából esetleg gólt, vagy onnan ne tudjanak minket megbontani. Tehát örültem volna, hogyha kicsit nyíltabb ez a találkozó, és a Debrecen nem csak a védekezéssel foglalkozik, hanem a támadásokkal is. Végül is ebből a meccsből azt lehetett megtanulni, hogy egy ilyen zárt védelem ellen hogy lehet játszani. Akkor sok sikert kívánunk a továbbiakban, mind neked, mind a csapatnak. Köszönöm szépen.